tízezer, százezer szerencsés néző boldogan sóhajt fel. Most már biztos, hogy látom az angol-magyar... Ferenc vezeti a magyar csapatot, mögötte Grosics Gyula, aztán Lórán Gyula, Hidegkúti Rándor, Buzánszky Jenő, Zakariás József, Lantos Mihály, Tóth Kettő József, Bozsik József, Tibor Zoltán és végül Kocsis Sándor mosolygós arca. Most bemutatom az angol játékosokat. Wright a csapatkapitány, a Hóri Horgas Merry, új név Stanley Ford, egy régi ismerő Sewell és egy másik Dickinson. Matthews utóda, a fiatal Harry, Jezárd az angolok reménysége, Owen a vöröshajú újon, Finney az öreg róka, Brodit a rutinos csatár, s végül Byrne a védelem erőssége. Villámgyors magyar akció végén azonban Puskás lövése nyomán bent reszkett a hálóban a labda, a magyar csapat 7-1-re vezet.